Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt az aktuális című adásunk, és nagy tisztelettel köszöntöm a vendégünket, Fejérdi Gergelyt, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Franciaországgal kapcsolatban szeretném kérdezni. Voltak Franciaországban választások a június 9-i európai parlamenti választások után, és éppen azoknak az eredményei miatt egyébként, mert Emmanuel Macron feloszlatta a nemzetgyűlést az eredményekkel. Utána pedig jött egy párizsi olimpia, ami eléggé elvitte a figyelmet arról, hogy mi zajlik a francia politikában, inkább a sporteseményekre figyeltünk. Az lenne az első kérdésem, hogy hogy áll most a kormány átalakítás, vagy a kormány alakítás jobban, pontosabban fogalmazva, ugyanis a francia választások után egy olyan eredmény született, amit többen úgy láttak, hogy egy nagyon nehéz időszak, politikai időszak várhat Franciaországra, hogy egyáltalán meg tudjon alakulni az új kormány. Így van, hát ugye most már több mint 50 nappal vagyunk az előrehozott választások után, és hogy mindig nincsen csak ügyvezető kormány a Franciaországnak. Ennek az az oka egyrészt, hogy ugye az államfő, Emmanuel Macron elnök ugye azt kérte, hogy az olimpiai játékok idejére legyen egyfajta politikai tűzszünet is. Viszont hát az olimpiai játék ugyan teljesen nem zárultak le, hiszen a paraolimpiai játékok még zajlanak, de nyilvánvalóan nem lehet hetekek, hónapokon át kormányzás nélkül hagyni Franciaországot, tehát nagy keresésbe fogott már augusztus közepétől kezdve ki lehet a megfelelő miniszterelnök. Ugye nagyon nagy nehézségben, ahogy ön is említette, hiszen valójában nincsen többsége a nemzetgyűlésben, nincs többség, így gyakorlatilag lehetetlen egy olyan ideális miniszterelnököt választani, aki mindenkinek, vagy legalábbis egy nagyobb csoportnak megfelelő lenne. Gyakorlatilag az utóbbi napokban felgyorsultak egy picit az események abban a szempontból, hogy egyre több, hát vélhetően befutó név is szóba kerül, hogy ki is lehet majd a miniszterelnök. Ugye a jobb oldalról Xavier Bertrandnak a neve forog, aki ugye az északi egyik nagy régiónak, a Hauts-de-France-nak az elnöke, egy régi miniszter is volt, és a Sarkozy időszakában egy régi jobboldali politikus, de tudjuk róla jól, hogy a centrum felé hajlik. És van egy másik név is, egy egykori miniszterelnök, szocialista miniszter, ugye Bernard Cazeneuve-nek a neve is forog. Egyelőre nincs döntés, ezen kívül ugye több más név is fölmerült, ugye a nyár során ugye a nagy vita azon van, hogy a legnagyobb győzelmet ugye a nemzeti tömörülés, Marine Le Pen pártja szerezte meg, tehát a legtöbb pozíciót a nemzetgyűlésben, de hát ez messze nem elengedő ahhoz, hogy kormányt tudjon alakítani, ráadásul ugye a nemzeti tömörülés Marine Le Pen csoportja be is jelentett, ők nem hajlandóak kormányozni ilyen körülmények között, tehát ők eleve kiesnek, viszont szembe velük van egy baloldali csoport, amely négy baloldali pártból áll. Ezek közé tartozik például a Mélenchon vezette szélső baloldali párt is, akivel viszont nem hajlandó a Emmanuel Macron együttműködni, és hiába ez a csoport egy erősebb csoport a nemzetgyűlésen belül, ennek a jelöltjét, akit az utolsó utáni pillanatban még július végén bejelentették, hogy ez a Lucy Castex lenne, vagy Casté, aki ugye egyébként a párizsi polgármesteri hivatalnak a gazdasági vezetői pozícióját vitte hosszú időn keresztül, most már lemondott róla. Ez azért érdekes, mert hiszen Párizs az elmúlt években egy jelentős gazdasági nehézségekkel bír, iszonyatos adósságokat halmozott föl, tehát nem jó ómen, nem jó előjel egy ilyen hölgynek a megválasztása a Franciaország elé, ami egyébként is sok gazdasági nehézséggel küzdik. Ettől függetlenül sok név forog, egyéb nevek is. Várhatóan a következő napokban meg fogja jelölni már Macron elnök azt a miniszterelnököt, akit kijelöl. Azt viszont látnunk kell, hogy ennek a miniszterelnöknek és az új kormánynak a stabilitása az rendkívül kényes kérdés lesz, hiszen két nagy probléma van. Az egyik az, hogy nem lesz megfelelő támogatottsága a nemzetgyűlésben, az szinte 100%, hiszen olyat nem tud választani, aki egy többséget tud maga mögé állítani. Másik probléma meg az, hogy ugye a költségvetést kellene áttolni a nemzetgyűlésen itt a következő hónapokban, hetekben, a 2025-ös költségvetést, és hát ez viszont óriási problémákat okozhat, mert adott esetben
lehet könnyedén beadható egy kormányfog elleni eljárás, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag rövid időn belül akár lemondásra kényszerülhet ez a kormány, tehát egy hosszú stabil kormányzásra nem lehet fölkészülni, bárki is lesz a miniszterelnök. Gazdasági kérdésekre még szeretnék egyébként vissza is térni, de még előtte mekkora hagyománya van annak Franciaországban, hogy egy ilyen szinte politikai casting zajlik azzal kapcsolatban, hogy ki legyen a miniszterelnök. Ugye ez nem az első ilyen helyzet, ami kialakul Franciaországban, hogy igazából keresik a miniszterelnököt. Ehhez hogy viszonyulnak a franciák? Vagy ez egy szokványos dolog, ez nekünk furcsa itthon, vagy pedig ez arra utal, hogy bizony ezeknek a választásoknak a kiírása lehet, hogy elhamarkodott volt, és nem igazán voltak készek, még igazából a politikai pártok sem arra, hogy itt most egy kampányba csöppennek bele. Azt gondolom, hogy amit utóbb mond, ez teljesen így van. Elemzőként úgy tudom megítélni, nyilván nem politikusként, hanem elemzőként, hogy ennek a előrehozott választásnak egy elég elhamarkodottnak tűnik, illetve ennek a következményeivel nem igazán számoló előrehozott választásnak tűnik. Hát majd később meglátjuk, hogy ennek valószínűleg valami haszna bárkinek is, de egyelőre nem úgy tűnik. Másik kérdés az, hogy mennyire van ez tradicionálisan jelen a francia politikában. Igazából az ötödik köztársaság ideje óta ez azért ilyen szintű patthelyzet még nem nagyon aludott, hiszen legtöbb esetben az a verzió alakult ki, hogy a győztes, az államfőhöz közel a győztes pártuk szoktak kormányt alakítani, illetőleg bizonyos esetekben, egyébként ezért is hozták, ez is lett egy módosítás az alkotmányban, hogy együtt kell tartani az elnök választást és a nemzetgyűlési választást, hogy ez így alakuljon, hiszen voltak olyan esetek, amikor ugye az ellenkező pártcsalád győzedelmeskedett a nemzetgyűlési választásokon, hiszen időközben a mandátum, az elnöki mandátum idő közepén született a választás, és akkor nem az ő párt családjából került ki a miniszterelnök. De ilyen hosszú és ennyire furcsa helyzet igazából a negyedik köztársaságban volt elég rendszeres, egyébként ez is hozták létre az ötödik köztársaságot, tehát azt jelenti, hogy ez a második világháború, és 1958 közötti időszakban, amikor ugye nagyon sok kormány váltotta egymást, gyakorlatilag nem is nagyon volt olyan kormány, ami egy évennél tovább tudott működni. Nagyjából egy ilyen helyzetbe kormányozta magát az ötödik köztársaság elnöknek ezzel az előrehozott választásával. Tehát bizonyos fokig van egyfajta tradíció, történetileg azért nem teljesen egyedülálló ez a helyzet, de az utóbbi évtizedekben azért ez egy eléggé különleges szituáció, amiben került Franciaország most itt hát 2024 nyarán. Mennyire jelenik meg éppen emiatt, ezek miatt, az okok miatt az a hang esetleg, hogy Macronnak is mennie kell? Nyilván újságírók szeretnek ilyen címekkel élni, találtam is ilyen cikkeket az interneten, hogy Macron is belebukhat ebbe az egész politikai válságba, vagy nem tudom, nevezzük ezt egyáltalán válságnak, vagy csak egy patthelyzetnek, ahogy ön fogalmazott. Mennyire árthat ez Macron politikájának, politikai karrierjének? Tudom, hogy őt többször nem lehet megválasztani elnökként, de hát gondolom azért szeretett volna közéletben maradni. Hát igazából az elnöknek a leváltására igazából nincs lehetőség, ha csak nem az elnök maga mond le. Tehát itt kizárólag Emmanuel Macronnak a kezében van a döntésnek a joga, ha esetleg úgy dönt, hogy ő ezt a helyzetet képtelen kezelni, és úgy érzi, hogy az ő felelőssége olyan mértékű, hogy le kell mondania, akkor lemondhat, erre nem volt precedens, de egyáltalán nem zárja ki a le. Tehát van rá lehetősége. De kikényszeríteni, hogy lemondjon, ez gyakorlatilag lehetetlen. Ez kizárólag az ő személyes döntésétől függ. Ezt nyilván lehet kényszeríteni, nyomást gyakorolni rá, de gyakorlatilag ez teljesen rajta múlik. Ugyanakkor persze tett nagyon furcsa kijelentéseket jóval korábban, még 2018-19-ben, amikor ugye a sárgamenés mozgalom veszélyeztette az ő hatalmát annak idején, akkor ő kijelentette, hogy abban az esetben, ha valami olyan, hát pont egy ilyen patthelyzet, politikai patthelyzet alakul ki, akkor akár egy elnöknek a lemondást is meg kell fontolnia. Tehát nem, egyáltalán nem kizárt, de én azért 99%-ra tartom azt, hogy 2027-ig a mandátum a végéig ő
helyén fog maradni. Ugye őt ugye nem lehet a jelenlegi alkotmány szerint újra választani, tehát ő nem fog indulni 2027-ben, az biztos, ugyanakkor az alkotmány nem teszi azt lehetetlenné, hogy a következő 5 éves ciklus után ne jelentkezzen újra be, mint elnök, tehát elvileg lehet még elnök, ha esetleg megválasztják őt a francia nép. Ugye erre soha nem volt példa, de ugye egy fiatal elnökről van szó, tehát még ez is esetleg előkerülhet hosszú távon, de jelen pillanatban nem egészen erre felé halad a francia politika, hiszen Macron elnök egyre kevésbé népszerű a francia, hát a francia lakosság körében, tehát alig ha valószínű, hogy ő neki sok pozitív mód hozna, akár egy lemondás, vagy egy későbbi újrajelentkezés erre a pozícióra, de hát nyilván 5-10 év múlva már más lesz a helyzet, vagy más lesz a világ, de jelen pillanatban semmiképpen nem neki áll az ászló, tehát ő neki nem sok érdeke van ahhoz, hogy ő lemondjon most itt 2024-ben, vagy 2025-ben. Igazából ő egyfajta stabil pontja jelenleg a francia rendszernek egyébként, és sok politikus ezt is hangsúlyozza, hogy bármin is lehet utálni Emmanuel Macron, igazából az elnök az egy komoly stabil pont végül is a francia rendszerben, tehát hogyha ő is elesik, akkor még nagyobb instabilitásra is lehet számítani, illetve nyilván erről az ott elnök választásra. És gondolom, az sem hagyja hidegen a franciákat, hogy egyébként Macron mennyire tud európai politikus is lenni amellett, hogy francia államfő, tehát mennyire tudja mondjuk a francia érdekeket Európában artikulálni, és elérni azt, hogy mondjuk a francia érdekek is érvényre juthassanak. Igen, azt gondolom, hogy ez egyik legnagyobb és a leginkább hangoztatott probléma, ami az előrehozott választásokkal történt. Ugyanis a legtöbb francia úgy látja, hogy Macron elnök ezzel nem feltétlenül csak egy belpolitikai problémát okozott, hanem sokkal inkább Franciaország hitelességét, nemzetközi befolyását tette tönkre, hiszen egy teljesen lebénult, politikai lebénult ország, hiába van egy elnöke, aki ambiciózus, sokkal kevésbé hiteles, és sokkal kevésbé tudja érvényesíteni az érdekeit a nemzetközi porondon, már pedig a francia közvélemény számára a nemzetközi jelenléte Franciaországnak rendkívül fontos. Ezt mi Magyarországon nehezen tudjuk értékelni, vagy érzékelni, de a franciák ugye egy teljesen más történelmi múlttal rendelkeznek, tehát számukra ez a nemzetközi világ, ez egy nagyon fontos tényező, és teljesen jelen van a hétköznapi politikai gondolkodásukban is. Ennek következtében nem csak európai szinten, hanem Európán túlmutató francia érdekérvényesítés is véleményük szerint az előrehozott választásokkal gyengült. Tehát igazából Macron elnöknek ezt is felhozzák egy nagyon komoly hát hibaként, hogy az előrehozott választások gyakorlatilag Franciaország nemzetközi pozícióját is megrengette, és hát nyilván ez európai szinten is látványosan jelen lehet, és jelen is van. Beszéljünk akkor a gazdasági helyzetről is, legalább csak röviden, mert aztán lenne még egy-két fontos téma. Ahogy említette is, a költségvetésnek az elfogadása egy fontos kérdés jelenleg Franciaországban, és azt is lehetett olvasni, hogy megszorításokra készülhetnek adott esetben, ugyanis a gazdasági helyzet nem túl rózsás. Ha összehasonlításban kéne ezt látnunk egyébként, ugye mi itt a csatornán többet beszélünk Németországról, arról, hogy Németország gazdasági helyzete az elmúlt időszakban hogyan romlott, főleg az orosz-ukrán háború kitörése nyomán, energiaválság nyomán. Franciaországról nagy vonalakban mit lehet elmondani? Az a gazdasági helyzet, ami most kialakult, mennyire súlyos, és mennyire van köze ezekhez a körülményekhez, vagy ezek inkább belső problémák? Is, ha szabad így válaszolnom. Egyrészt első problémák is, részben természetesen a nemzetközi kontextus is nagy mértékben meghatározza. Én azt gondolom, hogy a legjelentősebb negatív hatás az inkább a COVID hatása volt, hiszen akkor megpróbálták a gazdaságot szinten tartani, és ez óriási állami kiadásokkal volt megoldható, ami akkor egy nagy sikernek tűnt, és az is volt. Annak most viszont megvan a böjtje, hiszen ezeknek a hiteleknek a visszafizetése óriási nehézséget okoz Franciaországnak. Az orosz-ukrán válság természetesen szintén hozzájárul ennek ehhez a nehézséghez, de jóval kisebb mértékben véleményem szerint, mint Németország esetében. És hát a belső strukturális problémák azok viszont 30 éve tolja maga előtt, ha legalább 30 éve görgeti maga előtt Franciaország azokat a problémákat, amik ugye okozzák ezeket a
belső gazdasági nehézségeket, amelyeket ma kulminálva látunk. Ugye pont tegnapi nap folyamán a miniszter, a jelenlegi ügyvezető pénzügyminiszter Bruno Le Maire jelezte is, hogy hát a legnagyobb probléma az, hogy az az irány, amit ők elindítottak 2022-23-ban, az úgy tűnik, hogy nem tartható, mert 2024-ben költségvetési hiány a tervezett 5,1% körüli, tehát nem 3%, mint amit a Maastrichti szerződésben előírna, vagyis az Európai Unió előírna. Nemhogy azt nem tudják tartani, hanem ez az 5%-os szintet sem, úgy tűnik, hogy 5,6%-ra föl fog húzni megint a költségvetési hiány. Ez azért problémás, mert 2027-ig szerették volna visszajönni a franciák a 3% alá, tehát az európai kritériumoknak megfelelően. Ez azt is jelenti, hogy nem elég az, hogy az év elején is már bejelentett 10 milliárd eurós megtakarítás, az úgy tűnik nem lesz elég, hanem további 16 milliárd euró megtakarítására lenne szükség, ami jelen pillanatban nagyon nagy problémát okoz, hiszen a kormányra kerülő új kormányok, azok igazából nem ebben számolnak, ez a pártok sem igazán ebben számolnak, mert egyáltalán nem népszerű úgy kezdeni egy kormányzást, hogy gyakorlatilag költségvetési megszorításokat kell bevezetni, és hát nyilvánvaló, hogy enélkül viszont nagyon nehéz lesz elindulni. Ez azért is problémás egyébként, mert ugye három fő téma van a franciáknál, ami problémát okoz. Az egyik ilyen téma és elsődleges téma közé tartozik az a vásárló erőnek a megtartása, tehát mindenképp pénzügyileg nem lehet megszorításokat úgy hozni, hogy akár adóemelésre vagy egyébben, hiszen a franciák pont az ellenkezőjét szeretnék. Tehát egy nagyon nehéz szituációban lesz az új kormányzat, hogy hogyan tudja egyrészt valamilyen módon gazdaságilag javítani a helyzetét Franciaországnak, amelynek ugye jelentős külső adóssága is van, ugye több mint 110%-os GDP arányos adósságot görget maga alatt az ország, és ezen kívül ugye a költségvetés sosincsen egyensúlyban, tehát valószínűleg a költségvetés körül lesznek a legnagyobb problémák egyébként, mert hiszen van egy jobboldali irányzat, amely inkább a megszorítások felé, a szigorú költségvetés felé indulna el, míg van egy baloldali követelés, ami inkább a szociálisabban érzékenyebb irányba indulna el, ahol ugye a pénzosztásnak jelentősége nagyobb lenne. Jelen pillanatban Franciaország valószínűleg ez utóbbit nehezen tudná elviselni, illetve elviselheti, csak aznak óriási gazdasági következményei lehetnek. Tehát igazából egy elég nehéz szituáció előtt áll az ország ebből a szempontból is. Beszéljünk akkor, és kicsit vissza is térünk talán a nemzetközi porondra, ugyanis az elmúlt hetekben, itt a Párizsi Olimpia után a legtöbb hír Franciaországgal kapcsolatban a Telegram vezéréhez köthető, Durovhoz, ugyanis itt vették őrizetbe a Telegram alapítóját, ahol mikor leszállt a magánrepülőgépéről, aki egyébként kettős állampolgár, az is lehet, hogy több mint kettős, nem vagyok biztos. Igen, öt államnak az állampolgára, de ezek között valóban a francia is, 2021 óta francia állampolgár is. Francia is köztük szerepel, és ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy a francia közvélemény mennyire foglalkozott egyébként ezekkel az eseményekkel. A hírek szerint a Macron elnök egyébként többször személyesen beszélt Durovval. Nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy miről, szivárogtak ezzel kapcsolatban ki információk, és egyáltalán mennyire bolygatta fel a francia nyilvánosságot, ami történt. Én azt gondolom, hogy a francia nyilvánosság számára ez igazából egy kicsit marginálisabb témának számított. A franciák leginkább most két témakör körül központosítódik az ő gondolkodásukat. Nyilván az olimpiai játékok és a paralimpiai játékok óriási szerepet kapnak itt mindig a figyelmet, illetően Franciaországban, de hát a másik témakör pedig, hát hogy hogyan tovább francia politika, és ezen belül kevéssé kapott hangsúlyt ez a Durov ügy. Annál is inkább, ugye a sajtó az első napokban elég sokat foglalkozott fel, aztán nagyon hirtelen el is tűnt a napirendről a Durov ügy. Nagyon kevés információ szivárgott ki ennek kapcsán. Tudjuk, hogy a Bourget reptéren fogták őt el, illetve tartóztatták le. Azt is tudjuk, hogy igazából a francia hatóságok hónapok óta, tehát a francia igazságszolgáltatás hónapok óta számos csalás, kábítószer, internetes zaklatás, szervezetbűnözés, terrorizmus ellenes bűncselekmények miatt ugye hát elfogató parancsot adott ki vele szemben.
Azt is tudjuk, hogy ennek a helyzetnek, vagy ennek a Durovügynek azért egy komoly más vetülete is van. Egy-két francia alaposabb elemzés már született ebben a témában, amelyek ugye azt is bemutatják, hogy ennek az egy jelentős geopolitikai és hát a Oroszországhoz kötődő kérdés körán mögötte, ugye azt az egyre nyilvánvalóban látszik ezekből az elemzésekből, hogy itt ugye az orosz-ukrán háborúban használt platformról van szó, és hát ez a platform nagyon nagy mértékben annak ellenére, hogy ugye elvileg Putyin elől menekült el annak idején Durov, nagyon közel áll az orosz vezetéshez, illetve hát minden valószínűség szerint a titkosszolgálatokhoz is, hiszen itt egy nagyon fontos dologról van szó, ugye egy nem moderált platform, aminek következtében óriási mennyiségű archívum anyag van rajta, olyan típusú, amely például az Afrikában lévő Wagner csoportnak a működésével kapcsolatban rengeteg információt tartalmazhat, vagy akár az ukrán-orosz háborúval kapcsolatban. Tehát ugye a francia részre mindenképpen érdekes lenne ezeknek az információknak a birtokába jutni, tehát alapvetően hát lehet, hogy kicsit túlzással, de mindenképpen egyfajta inkább titkosszolgálati kérdéskörré vált ez a Durov ügy. Ugye a franciák óvatosak, a szabladárakra is engedték ugye jelentősebb pénzösszeg ellenében Durovot, és gyakorlatilag, ha most megnézzük a francia sajtót, néhány nappal az események után gyakorlatilag senki nem beszél erről a témáról. Tehát vélhetően itt azért a háttérben egy nagyobb óvatosság van, de mindenképpen az a Durov ügy, ez egy érdekes problémát fed fel, és azt gondolom, hogy sokkal mélyebb és sokkal nagyobb geopolitikai kérdéskör ez tartozik ez, amiben Franciaország az egyik szereplő, és nyilvánvalóan Franciaország ebből profitálni próbál, amennyire tud, de lényegében ez az orosz konfliktushoz köthető témakörhöz tartozik. Ugye Amerikában megszólaltak itt, amikor elfogták Durovot, és arról beszéltek, hogy a szólásszabadság, meg a véleménynyilvánítás szabadsága, ezek az értékek egyébként Franciaországban is rendkívül fontosak. Tehát ilyen szempontból meglepő, hogy akkor ezek szerint ott ezzel kapcsolatban például nem alakult ki társadalmi vita. Nem. Ugye azt tudjuk, hogy egy is pont az elemzések is elmutatnak arra, hogy ez célja lehetett ennek a dolognak, tehát ez egy előre megkomponált történet lehetett, hogy őt letartóztassák, tehát hogy olyan szituációt hozzanak elő, hiszen ugye a célpont ez lenne, hogy ezen keresztül bemutatni azt, hogy tessék, itt van Franciaország, ugye a szólásszabadságnak a fő szószólója, és hát ő is letartóztatja azt az egyetlen, vagy egyik olyan nemzetközi platformot, online platformot, amelyik ugye nem moderált, tehát a szólásszabadságot maximális mértékben tiszteletben tartja, tehát ez is egyfajta cél lehetett. Hát sajnos szerintem jelen pillanatban nem tudjuk pontosan, hogy milyen háttér erők, meg mit történtek ez egész mögött, de minden bizonnyal van egyfajta ilyen lejárató szerepe is. Ez Franciaországban egyelőre nem hozott különleges felháborodást. Ugye a platform használói is azért leginkább ez a platform Franciaországban leginkább a titkosított változata, amit használtak, azok pedig nyilván nem akarnak, amivel titkosan próbáltak ezen keresztül értekezni, ezek nem szeretnének napvilágra kerülni, tehát viszonylag nagyobb csöndben tartják ezt az ügyet, tehát a közvélemény sem nagyon háborodik föl, vagy egyáltalán foglalkozik ezzel a kérdéssel. Térjünk akkor át arra, hogy a Politico beszámolója szerint több milliárd eurós megállapodást kötött egymással Franciaország és Szerbia. A két fél 11 kétoldalú megállapodást írt alá a Napokban. Szólnak ezek a megállapodások Rafael típusú vadászrepülőgépekről, illetve lítiumnak az eladásáról. Ezt ugye Franciaország kapná, nyilván ő adná a vadászrepülőgépeket, illetve a nukleáris programjáról Szerbiának, akinek az energia, növekvő energia éhsége miatt van erre szükség, és Macron azt a mondatot mondta, és ezt most akkor idézni fogom, hogy a ma aláírt megállapodás történelmi jelentőségű, látom, hogy sokan felháborodnak azon, hogy Szerbia kapcsolatot tart fenn Oroszországgal és Kínával, de én tiszteletben tartom az ország szuverenitását. Olyan tekintetben meglepő egyébként ez a mondat egy nyugati vezetőtől, hogy
más országokkal kapcsolatban ezek a kritikák egészen hangosak, és akár üzletek is fucsba mehetnek ilyen okoknál fogva, vagy erre való hivatkozással. Mi történik itt a francia, úgymond érdekek, akár a lítium annyira fontos, hogy ez itt most kevésbé érdekes, hogy Oroszország és Szerbia milyen kapcsolatot ápolnak? Részben azt gondolom, hogy a francia részről, ugye Szerbia az egy történelmileg is fontos helyszín, ugye ne felejtsük el a történelmi múltat, ugye Franciaországban még mai napig is ugye a szerbek azért egy különlegesen testvéri nemzetként vannak számon tartva, vagy történelmi tudatból kifolyólag, tehát Szerbia és Franciaország közötti kapcsolatnak tehát van egy ilyen nagyon fontos ága. Nyilvánvaló, hogy Franciaország számára nagyon fontosak ezek a gazdasági megállapodások, ugye a 12 Rafale-gép eladás, ami 2,7 millió euróba kerül, ez egy nagy kérdést vet fel egyébként, mert ugye ezek olyan technológiai eszközök, amelynek ugye pontosan a kínai és orosz kapcsolatokon keresztül ugye a technológiai átadás, a technológiai transfernek a problémáját is felvethetik, hiszen ezen keresztül ugye hozzájuthatnak olyan technológiához Oroszországban, akár Kínában, amelyek ugye elvileg azért mégiscsak a katonai volt a folytán inkább titkosaknak kéne lennie, tehát emiatt óriási támadás ért egyébként már francia részen is, tehát francia belpolitikai téren is. Ugyanakkor viszont azt gondolom, hogy Macron számára Szerbia ugye a Balkán kérdése szempontjából is fontos, hiszen a Balkán európai csatlakozásának az ügye Macronnak kezdetektől fogva fontos volt. Ebből a szempontból is szeretne egyfajta gesztust tenni. És ugye azt is nyilvánvaló, hogy Macron azért tudatában van annak, ő volt az egyetlen nyugati politikus, aki gyakorlatilag a falig megpróbált elmenni, és ő volt az egyetlen, aki egyébként nem is kommentálta hivatalosan soha a magyar miniszterelnök útját sem, ami ugye az európai elnökség kezdetekor lezajlott Ukrajna, Oroszország, Kína felé, illetve az Egyesült Államokban. Ő volt az egyetlen, aki ezt nem tette, kollégáival ellentétben az Európai Unión belül, tehát ő ezt valóban fontosnak tartja, hogy minden ország saját szuverenitását megtarthassa. Ez bizonyos fokig saját maga számára is egy fontos tényező, hiszen Franciaország hiába Európai Uniós tagállam, egy szuverén állam, és ezt azt gondolom, hogy ez ezen keresztül is egy világos üzenetként szolgál, nyilván egyrészt a Balkán országai felé is, nyilván pedig az európai kollégái felé is. Tehát Franciaország továbbra is szeretne egyfajta, hát egy óvatos jelenlétet az Európai Unió belül, amely ugye minden ukrán támogatás ellenére is a realitásokat is próbálja felmérni, és itt a Szerbia esetében nyilvánvalóan látszik, hogy az orosz-kínai kapcsolatokat nem fogja keresztül húzni Franciaország. Nyilvánvalóan szeretné, hogyha például olyan témakörökben, mint például a nukleáris energia, a francia érdekek jobban jelen lennének, de hát azért látjuk, hogy Szerbiának közel 60%-a kereskedelme az Európai Unióhoz köti, tehát azért nem mondhatjuk azt, hogy Szerbia teljesen elkülönülő történet, és hát ugye Franciaország számára talán egy utolsó gondolat, még ebben ez kapcsolódó az, hogy fontos a Balkánon való nagyobb nyugati jelenlét is, és ha Franciaország nem lép, más országok is ugye megpróbálnak ugye a térségben beruházni, de nyilván Franciaország számára ez egy jelzésértékű, hogy ők is ott vannak a Balkánon. A Balkán továbbra is azért hasonlóan az első világháború előtti időszakhoz, sajnálatos módon továbbra is ez egy puskaporos hordó, főleg Szerbia-Koszovó kapcsán, és így tovább. Tehát ebben a szempontból is fontosnak tartja, hogy ez a kapcsolat élő maradjon, és hát ebből nyilván amit profitálni lehet gazdaságilag, azt meg szeretné Franciaország elérni. Ez a fajta nyersanyagra való éhsége mondjuk Franciaországnak ugye akkor is szóba jött, amikor Új-Kaledóniában zavargások törtek ki. Ott éppen nem a lítium volt ez a nyersanyag, hanem ugye nikkelbányák érintettek ezen folytán. Franciaország azzal, hogy Afrikának bizonyos részeiből ki kellett úgymond vonulnia itt az elmúlt években, és fel kellett adnia ezeket a befolyási övezeteket, de javítson ki, ha erre más fogalom illik jobban. Ezzel kell ezekbe az üzletekbe belemenni? Most itt akár gondolok Szerbiára, illetve itt van Új-Kaledóniának a helyzete, amiről majd külön örülnék, ha egy pár szót tudnánk beszélni.
Én azt gondolom, hogy Franciaország évtizedek óta, és most már európai szinten is ezt szeretné megvalósítani, hogy van ez az úgynevezett stratégiai autonómia kifejezés, mely nem kizárólag katonai jellegű stratégiai autonómiáról szól, illetve hát ehhez kapcsolódik minden bizonnyal. Ez azt is jelenti, hogy a nyersanyag szintjén is legyen egyfajta autonóm lehetősége, és ez Franciaország nagyon komolyan veszi. Nyilván látható, és ezt tudjuk jól, hogy más nagyhatalmak, Oroszország, Kína, vagy más nagyobb hatalmak megpróbálják a világ nyersanyag készletére rátenni a kezüket. Ezt Franciaország semmiképpen nem engedheti, hiszen a saját, illetve Európa sem engedheti meg, hiszen a saját iparainak a teljes leépüléséhez vezethet, hogyha ezekhez a fontos nyersanyagokhoz nem tud hozzájutni. Tehát bizonyos fokig ebből a szempontból ez egy fontos tényező, stratégiailag olyan országokkal kapcsolatba lépni, akiken keresztül beszerezhetőek ezek a fontos nyersanyagok. Nyilván Franciaország egy különleges szituáció, hiszen Franciaországnak van a világon második legnagyobb saját önálló tengeri területe, tehát Amerika után, ezt nem sokan tudják, de Franciaország világ legnagyobb saját tengeri területtel rendelkező ország. Pontosan abból adódóan, hogy számos, ugye Franciaország egyébként minden kontinensen jelen van, Franciaországként, tehát maga az ország területe, és ehhez kapcsolódik egyébként Új-Kaledónia is, amely ugye a csendes óceánban található, és amely ugye egy óriási tengerterülettel rendelkezik. Jelen pillanatban nagy erőkkel próbálják annak a technológiáját egyébként Japán segítségével, Ausztrália segítségével felfedezni, hogy hogyan lehet a tengerek mélyéről is pontosan ezekről a területekről kivenni azokat a nyersanyag készleteket, amelyek ugye segíthetik az európai ipari felhasználásban szükséges nyersanyagok beszerzését. Tehát van egy fokú, tehát két irányú politika zajlik itt, ugye egyrészt a megbeszerezni, ami saját területen elérhető, csak ezek óriási nehézségbe ütköznek, hiszen a tenger alatti kitermelés az még nem gyerekcipőben jár, illetőleg hát az egyéb területekről beszerzendők. Ugye az afrikai területről, amiről említést tett, azt valójában így van, Franciaország megpróbál a háttérbe húzódni az elmúlt évtizedekhez viszonyítva, erre kényszerül is, hiszen nagyon komoly az afrikaiak szembenállása, és az elmúlt gyarmatbirodalmi korszaknak köszönhetően is Franciaországgal szemben, tehát nyilvánvaló, hogy ezekről a területekről már nehezebben tud beszerezni olyan nyersanyagokat, amelyekhez korábban könnyebben hozzáfért, de meg vannak más útisai módjai, hogy ezeket a nyersanyagokat azért lehessen még továbbra is szereznie, ami nem csak Franciaországnak szól, itt azért hangsúlyozom, hanem nagyon sok olyan terület van, amely ugye európai szintű beszerzések is, tehát nyilván Franciaország segítségével, de más országok is profitálnak ezekből nyersanyag beszerzésekből. Visszatérve még csak egy mondat erejéig Szerbiához, egyébként erre a megállapodásra születtek-e mondjuk nyugati kritikák vagy visszajelzések azzal kapcsolatban, hogy mit gondolnak erről, vagy meghagyják Franciaországnak, úgymond azt a jogot, hogy azzal is úgy üzleteljen, ahogy szeretne? Hát igazság szerint a sajtó területén, ha csak a sajtót nézzük, akkor sokkal inkább ez a kritikus hang hangzott el, és ott is leginkább állandóan az merül fel, hogy képzeli Franciaország azt, hogy ő egy orosz barát, Kína barát országgal ilyen szintű belsőséges kapcsolatot próbál kiépíteni. Ugye maga Vučić elnök úr is egyfajta diktátorként van bemutatva ezekben a sajtó, a legkülönbözőbb sajtó termékekben. Tehát nyilvánvalóan egy óriási kritikát kapott a francia elnök. Egyébként maga a francia sajtó sem volt nagyon óvatos az elnökkel szemben ebből a szempontból, tehát igazából elsősorban, szinte kizárólag kritikus hangok hangoztak el Szerbiával kapcsolatban a sajtó vonalán. Tehát ez a francia-szerb közeledés kapcsán. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Fejérdi Gergely volt a vendégünk, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Köszönöm szépen, viszont hallásra.